Megkezdődik a milánói pavilon kivitelezése, horgászfelszereléssel fizettek a drogért, játszótér kivitelezési szerződés aláírása. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 21-én 18 óra 5 perckor. A legnagyobb fordulópontjához érkezett a milánói világkiállítás magyar pavilonjának karcagi kivitelezési munkái, mondta az Erzsébetligetben tartott pénteki sajtónyilvános területátadó ünnepségen Szepesi Tibor polgármester. A legnagyobb fordulóponthoz érkeztek a milánói világkiállítás magyar pavilonjának karcagi kivitelezési munkái, mondta az Erzsébetligetben tartott pénteki sajtónyilvános területátadó ünnepségen Szepesi Tibor polgármester. Az Erzsébetliget közösségi célú hasznosítása régi terve a városnak. A pavilon elhelyezésével kapcsolatos kormánydöntést követően megvizsgálásra kerültek azok a lehetőségek, melyek a terület teljes megújulását szolgálhatják. Így ma olyan munkálatok megkezdéséről tudunk beszámolni, melyek zászlós hajója, legnagyobb és legfontosabb épülete maga a pavilon, de a vele párhuzamosan elkezdődő, illetve elkezdett beruházások komplex módon az egész Erzsébetliget átformálását, közösségi hasznosítását szolgálják. Magyarország kormánya 2017-ben döntött a milánói világkiállítási pavilon Karcagon történő elhelyezéséről. A döntést követően elkezdődtek a tárgyalások az elhelyezéssel, a hazaszállítással, a tárolással, a szükséges áttervezéssel és az ezzel kapcsolatos jogi kérdésekkel. A kormány biztosította a kivitelezés megkezdéséhez szükséges forrást. Első lépésben, mivel a pavilon előkészítésének munkálatai elhúzódtak, a terület rendezése és ahol most állunk, annak a parkolónak a kialakítása valósult meg, egyúttal stabilizálva az épület alapjának helyét is. Menet közben a tervek elkészítése folyamatosan zajlott, melyet sajnálatos módon a város életében nem várt események is hátráltottak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az engedélyes tervek és az időközbeni területmegosztási új vázrajzok az új helyrajzi számok birtokában 2021-ben a projekt újabb lendületet vett. Az elkezdett új közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelező, a Zeron befektető ZRT és a Pester építőipari és kereskedelmi Kft., akik konzorciumban vállalták a munkálatokat. A pavilon kivitelezési munkálatainak támogatásáról Magyarország kormánya 2021-ben döntött, 21 decemberében döntött, mely szerint 4.435.675.429 forint biztosításával, melyhez a Kisfaludi 20-30 program további 996.750.000 forint támogatást ad. Az aláírt kivitelezői szerződés, a forrás rendelkezésre állása, a birtokunkban lévő jogi és szakmai dokumentumok teszik lehetővé, hogy a mai napon a munkaterület hivatalos átadásával, a holnapi nappal elkezdődhessenek a kivitelezői munkálatok. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő miniszteri biztos szerint mindig jó, ha elkezdődik egy munka. Karcag városában egy olyan műalkotás fog épülni, egy olyan használható műalkotás, amely meg fogja lendíteni Karcagváros turisztikai vonzerejét. Tudjuk, mi karcagiak olyanok vagyunk, hogy igazából nem a sok turistát váró elképzeléseink vannak, de büszkék vagyunk arra, amink van, hagyományainkra, ételeinkre, szokásainkra, és büszkék vagyunk városunkra is. És az a város, amire büszkék vagyunk, egy olyan csodálatos építménnyel fog gyarapodni, amely világhírt szerzett Magyarországnak. Hiszen a milánói világkiállításon egy csodálatos, szép magyar pavilon mutatta
a magyar építészet múltját, jelenét, és ennek a milánói pavilon terveli alapján Karcagon egy olyan közösségi tér fog megépülni, amire méltán lehetünk büszkék. És itt az Erzsébet ligetbe minden karcaginak, az idősebbeknek, fiatalabbaknak fűződik egy emlék. Hiszen volt itt Kresszpálya, voltak itt május 1-ek, augusztus 20-ák, de ez a liget a milánói pavilonnal együtt teljesen meg fog újulni. Hiszen elkészült már a kerékpáros humpapálya, nem sokára kész lesz a rónai malom, és egy csodálatos szabadidő központ, amely itt fog kinőni egy-két éven belül a földből, minden karcaginak és minden ide látogatónak kikapcsolódást fog nyújtani. Én büszke vagyok arra, hogy miniszter úr közbenjárására ez a pavilon itt fog megépülni, hiszen nagyon sok zenei, kulturális és közművelődési rendezvény megtartására alkalmas lesz. Amikor Karcag városa pályázott arra, hogy a milánói pavilon itt városunkban épüljön meg, akkor ez a pályázat tartalmazta azoknak a keleti hagyományoknak a felsorolását és a hozzájuk fűződő rendezvényeinket, a hagyományőrzést, a kun örökséget, amely megtartotta a nagykunokat itt a városban, megtartott bennünket ezen a vidéken évszázadokon keresztül. És a pályázatot Magyarország kormánya nyertesnek ítélte, így kerül ide a milánói pavilon, amely magában hordozza valahol az ősi nomád világnak az örökségét, annak a nomád világnak, amely nem olyan messzire van tőlünk térben, de időben már bizony távolabb esik. Évszázadokkal ezelőtt települtek be ide a hunok, igencsak fordulatos volt a történelmünk, a város gyakran újra kellett építeni, menekülések és újrakezdések váltogatták egymást, de mindig hűek voltak ahhoz az értékrendhez, ahhoz az értékvilághoz, amely megtartotta őket, mint Magyarország egyik legfontosabb, legmagyarabb népcsoportját. És ennek az épületnek az lesz a küldetése, hogy a kultúra, a művelődés, a szabadidő hasznos felhasználása szolgálatában állva jelképezze ezt a keleti örökséget és gyarapítsa. Adjon keretet mindehez. Segítse azokat a hagyományőrzőket, azokat a színvonalas programszervezőket, akiknek szükségük van egy olyan közösségi térre, amely lehetővé teszi azt, hogy munkájukat, küldetésüket folytassák. A nyomozók őrizetbe vettek egy csépai párt, akik rendszeresen árulták az új pszichoaktív anyagot. Elfogásuk előtt az egyik vásárlójuk horgászfelszereléssel fizetett az anyagért. A kunszentmártoni rendőrök a Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság Tisza Megtó bevetési egységével közreműködve csépa közelében elfogtak egy férfit, akinél 0,7 g alufóliába csomagolt fehér port találtak. A férfi elmondta, hogy egy csépai pártól vette az anyagot, amiért horgászfelszereléssel fizetett. A rendőrök ezt követően megjelentek a pár házánál és bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt elfogták a 42 éves férfit és 38 éves párját. A feltételezett elkövetőket előállították a kunszentmártoni rendőrkapitányságra és gyanúsítottként kihallgatták. A megalapozott gyanú szerint a férfi és a nő rendszeresen értékesített több személynek új pszichoaktív anyagot alkalmanként 5000 forint per pakkáron. A nyomozók a párházában lefoglaltak 5,71 g alufóliába csomagolt fehér port, készpénzt, televíziót, gépjárműveket, aranyékszereket, horgászfelszereléseket, valamint zálogjegyeket. A terhelteket őrizetbe vett és előterjesztést tesznek letartóztatásuk indítványozására. A kunszentmártoni rendőrkapitányság új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet elkövetése miatt folytat eljárást. Ma délelőtt írták alá az új játszótér kivitelezési szerződését. F. Kovács Arnold képviselővel beszélgetünk, itt megnézte a látványterveket. Hogy tetszik a leendő játszótér? Egy csodálatos, hiszen egy elhanyagolt területen, évtizedekig elhanyagolt területen egy csoda nő itt ki Karcagon, hiszen megépült már a bringapálya, a milánói pavilon meg fog épülni, és a megye legnagyobb játszótere itt fog
kinőni a földből Karcagon. Egy olyan szabadidő központ lesz itt a karcagi fürdő környékén, amire azt gondolom, hogy csodájára járnak, és nagyon fogják szeretni a családok, a kisgyerekek, a nagyobb gyerekek, a szülők. Azt gondolom, hogy Karcagra mindenképpen jó, hogy egy ilyen szabadidő központ jön, és hát fejlődik a város. Azt kell mondanom, hogy nem lehetünk olyan pontjára Karcagnak, a városnak, ami nem fejlődne. Parkolók, kerékpárutak, munkahelyteremtő beruházás, Karcagon csoda épül. Bálint Tiborral, kivitelező ügyvezetővel beszélgettünk arról, hogy milyen csoda fog itt megvalósulni, mit kell tudni a beruházásról, néhány adattal mondjuk el. 11 eszközös játszótér fog megvalósulni, három szekcióba, három különböző, tehát körökben lesz a piciknek, egészen a bölcsödes korúaknak egy külön tér, lesz a kicsit nagyobbaknak, az óvodás korúaknak egy másik, és már majdnem a tinédzser korba hajlóaknak egy nagyobb játszótér. Mind háromnál egyébként lényeges dolog, hogy különböző ütéscsillapító felületek lesznek. Az egyiknél homok burkolat lesz, a másiknál műfű, és a harmadiknál pedig öntött gumi. Háromfajta játszóvár fog megjelenni, ahogy említettem is, a piciknek, a nagyobbaknak és a legnagyobbaknak. Hintázási lehetőségek, mászási lehetőség, rugós játékok, libikóka, nagy mászóháló, tehát minden, ami a mai kornak az igénye, annak megfelelően fog elkészülni ez a játszótér. Milyen forrásból valósul meg ez a játszótér? Kérdezem Szepesi Tibor polgármester úrtól. Egy hadspályázat keretén belül fog az Erzsébet-ligeti játszótér megépülni. Ugye itt nagyon sok pályázat ér össze, és gyakorlatilag egyszerre kezdődnek azok a munkálatok, amely az egész terület, az Erzsébet-liget egész területének a megújítását szolgálja, és ebből egyik maga a játszótér. Közel 50 millió forint az az eszköz állomány, illetve felépítmény, amely a játszótér keretében összegként rendelkezésünkre fog állni, és hát ahogy gondolom az előttem lévők már mondták, ugye minden korosztálynak, legalábbis háromféle külön korosztálynak készül majd ez a játszótér, három különböző egységet, de mégis egy közös játszóteret alkotva, és természetes, hogy ehhez a további pályázatok is hozzájárulnak ehhez az egységes kialakításhoz, hiszen már a kerékpáros pálya elkészült, a kiszolgáló épület, ugye a Rónai Malom, mint kiszolgáló épület már a végéhez közeledik, és ahogy látszik itt a felvételekből is, hogy a terület rendezése, a parkosítás kialakítása van most folyamatban. Nem mellesleg ugye ez a terület előkészítés a játszótér építéséhez is elengedhetetlen, hiszen most, hogy aláírtuk a szerződést, megkezdődhet a játszótéri elemeknek a gyártása. Ugye ez az elemgyártás zajlik a tavasz-nyár folyamán, párhuzamosan azzal, ahogy itt a területet kialakítják a szakemberek, és valamikor a nyár végén, augusztus-szeptember legelején kerül majd a helyére, és vehetik birtokba azok, akik ezt a játszóteret már használni is, és remélem, hogy örömmel tudják majd használni. Ugye a kerékpáros pálya már üzembe van helyezve, bár még hivatalosan, majd csak április 1-én lesz a hivatalos átadása, de a pálya elkészült. Ugye a füvesítés van hátra, de természetesen, hogy ahhoz egy picit jobb időt kell várni. Ugye azt már lehet használni, és folyamatosan természetesen, ahogy egy-egy beruházás, egy-egy kialakítandó objektum, park részlet elkészül, azt bízom abban, hogy azonnal igénybe lehet majd venni. Én tervezem azt, hogy a nyár végére valamikor az iskola kezdésre maga a játszótér is el fog készülni. És hát ugye zajlik a többi része is, hiszen a milánói pavilonnak az építése is a napokban már látványosan meg fog indulni, ugye a területet átadtuk a kivitelezőnek, és a napokban a ligetúti sporttelepnek a felújítása is elkezdődik. Tehát egy akkora átfogó, és azt gondolom, hogy minden korosztályt érintő beruházások vannak folyamatban, amelyek hosszú távon meg fogják határozni ennek a területnek, és hát nyilván Karcagnak is az arculatát. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!